Köszönöm szépen, de hát éppen akartam egy fordulást csinálni, de hát megállítottam fele. Nem, egy ilyen. Szentösi Gyuri bácsi, Gundel Takács Gábor, Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos, valamint Vitrai Tamás is köszöntötték a keresztapámat. Itt a vetítőn, kivetítőn voltak láthatóak, itt hallottuk az ő köszöntésüket, valamint dr. Dajcs Tamás képviselő úr és dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr is írt keresztapám tiszteletére egy-egy méltató levelet, amit én felolvastam, és nagyon örült neki mindenki, valamint az MLS elnöke Csányi Sándor is köszöntötte keresztapámat levél keretében. Jelölt, én megtaláltam a nagyon kedves, bájos és nagyon szép hangú keresztlányot, én hála Istennek, úgyhogy jelölt, én ölellek minden baráti szerezettel, és minden jót kívánok neked. Remélem a születésnapodra együtt leszünk májusban. Ölelek téged, barát, Szepesi Gyuri. Bácsi, a legnagyobb tisztelet hangját szeretnék neked jó egészséget és boldog születésnapot kívánni, és engedelmeddel a futballistának készülő fiatali hallári csalak példaképként éljen, de még egyike vagy azok, akik valóban példaképek lehetnek a sportnak. Úgyhogy aztán értessen, tartson meg nekünk sokáig jó egészségben, és őrizze meg a humorodat. Ölelek, Gundel Takács Gábor. Hogy vagy túl későn születtem, emlékeim vette túl korán, hát én sok mint nézőt szemlélhettelek játék közben, közvetíten is sohasem közvetítettelek, tehát persze, hogy Isten sokáig éltessen még, de baj, ha szemlélhetnélek még ilyen a pályán, hogy mindkettőn meg jó lenne. A Jóisten éltessen sokáig erőben, egészségben. Külön öröm számomra, hogy beindítottál el, a tekedet alatt indult el a pályafutáson, hiszen Évalva Dorog csapatába te adtál lehetőséget ahhoz, hogy a pályafutáson elinduljon. Úgyhogy még egyszer köszönöm neked, és nagyon sok erőt, egészséget kívánok, és a továbbiakban is sok-sok szépet és sok-sok jó, légy szíves, nagyon vigyázz magadra. Szűcs Lajos voltam. Én meg a felesége nagy szeretettel köszöntöm és csókolom és különöm és remélem találkozni fogunk Pécsi Ildikó voltam. Nagyon-nagyon vártuk keresztapámat, és rögtön meg is ajándékozom keresztapámat egy 6-3-as csoki szelettel, amit a Szerencsi Bonbon Kft. Ajánlott fel Takács István ügyvezető igazgató úr, speciálisan erre az alkalomra készítette el ezt a csokoládét keresztapámnak. Köszönöm szépen ezt a 6-3-as csokoládét, de hát azért még egyet majd utána teszünk a következőbe, mert ugye 7-1 is volt Budapesten, amire ugye azt szoktam mondani, hogy az angolok egy hétre jöttek, és 7-1-en mentek el. Most, hogy már drága keresztapám itt van, ami a legcsodálatosabb érzés nekem is, egy olyan filmmel szeretnék kedveskedni, ezúton üzenem a kedves technikus kollégának, amit keresztapám tiszteletére készítettünk. Kérem, hogy tekintse meg, egy érdekes összeállítás, olyan lesz, mintha múzeumban tárlatvezetésen vennénk részt, és természetesen keresztapám benne a főszereplő, az ő életképei, amerre a labda gurult. Oh!
labdát, amit utoljára láttak mutatva, az a 100. osztrák-magyar mérkőzésnek a labdája volt. 1955-ben játszottunk az osztrákokkal, Schlosser, aki a 30-as évek nagy futballistája volt, ő végezte utoljára a kerdőrúgást, és hát nálam van ez a labda történetesen otthon, mert annak idején mindig megvolt, hogy melyik meccsen ki kapja meg a labdát, viheti haza, és hát nekem otthon megvan ez a labda, és hát büszke vagyok rá, hogy 100 éves labda ott van, és hát a érdekessége még az benne, hogy ugyanaz a levegő van még mindig bent a labdában, mint amely annak idején volt. Szóval szeretsz mulatni is, hogy nyugodtan velünk együtt énekelhetsz. Énekelhetsz, sok szeretettel fogadja tőlünk ezt a kis összeállítást. Nagyon kevesen tudják minden bizonyal. Hát úgy szól a nóta, mivel én Dombóváron születtem, ha már kevés Dombóvár is tudja, ha hazamegyek, akkor összejön a brigád, akkor mindig mondom nekik, hogy hát ezt, hogy Sárdogár Dombóvár, ezt a nótát kellene neki lenni olyan, mint a hazai himnusz. Hát én már, amikor edzősködtem, akkor a játékosoknak is tudni kellett. Mindig mondtam neki, aki nem tudja, az nem játszik. Hát meg volt. Na akkor mehet. Sárbogár, Dombóvár, édes szülő hazám, áldott magyar anyám, tőled a sors, oly most tovább elsodort már. Ám vár a nagy világ, hírt és vagyont megállt, kóbor cigány, vándorként, bolyongok csak én. Sárbogár, Dombóvár, vadvirágos vidék, napsütött déli báb, visszavártok-e még? Százszínű déli báb, csókja csábít engem. Sárbogár, Dombóvár, rég gazd el a lelkem. Amen. Ha meg tudunk szólalni, akkor el is elincsúzunk. Jól meghatottunk, nagyon szépen köszönjük Önöknek, hogy eljöttek, nagyon szépen köszönjük Jenő bátyámnak, hogy megtisztelt bennünket ezzel a szával is. Nem falslabdát rúgni, igyekedtem, hogy ne falsoljenek eljárt. Sikerült, köszönjük szépen, jó egészséget kívánok mindenkinek. Köszönjük, hogy eljöttek, és reméljük, hogy találkozunk legközelebb is.